de jó szél fúd el hosszú útnak korát, hosszú útnak korát, az én lelkem búját.
Jut még eszembe, kedvesem, a boldog ifjúság, az erdő széli kis patak, s a régi jó barát. Ó, gondolj, gondolj néha rám, a sors bár merre haj, emlékül küldöm, kedvesem, a régi
Ne vásd apróra szíved kincseit, ki mindent akar, mindent elveszít. Reményeid elérhetetlen déli bábja, ne csaljon biztos útról ingoványra. Ami fél, azt el ne fogadd, egészet akarj és egészet adj. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves ballagó diáktársaim. Ady Endre szavait hallhattátok az imént. Emlékezzetek majd ezekre az útra valóul szolgáló szavakra, gondolatokra. Köszöntöm a ballagási ünnepségen megjelent szülőket, vendégeket, tanáraimat. Külön tisztelettel köszöntöm Gombos Péter urat, a Váci Szakképzési Centrum főigazgató helyettesét, valamint dr. Molnár Lajos urat, iskolánk egykori igazgatóját. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Képes szertartás következik. A búcsúzók átadják az itt maradóknak az iskola zászlóját, amely azt a szellemiséget szimbolizálja, amit a Boronkai tanárai, diákjai magukénak vallanak és őriznek. A végzősök nevében Bezzeg Bendegúz, a 12. N-osztály diákja, Garad Kinga, 12. K, és Száz Dóra, a 12. P-osztály tanuló diákjai adják át az iskola zászlót a 11. évfolyam képviselőinek, Agot Sol, 11. P, Szebel Judit, 11. K és Szőcs Anna Boróka, 11. N-osztályos diákjainak. A 11. évfolyam nevében Szőcs Nóra, 11. N-osztályos növendékünk búcsúzik. Kedves ballagók! Akár csak a tavalyi ballagás az idei Covid búcsú is rendhagyó a középiskolák történetében. Ám bízom abban, hogy nem csak a rendhagyó körülmények maradnak meg bennetek, hanem a búcsú beszéd szavaira, ha csak egy pár napig is, de emlékezni fogtok. Biztos vagyok benne, hogy mind diákok jó pár ballagást megéltetek már. A szülőkről és pláne a tanárokról már ne is beszéljünk. Mégis ez a mostani egy kicsit más.
Most ti vagytok a legfrissebbek és legcsinosabbak, nálatok van virágcsokor, ti léptek be utoljára diákként a kapun, és nektek ülnek könnyetek a szemetek sarkában. Abban is biztos vagyok, hogy erre a napra nem azért fog emlékezni mindenki, mert évek múlva is fel tudja idézni, hogy milyen szép ballagási ajándékot kapott, vagy hogy mennyire feltörte a tűsarkú a lábát, hanem mert itt és most mindenki érzi, hogy valami lezárult az életében. Lehet, hogy eddig is főztetek, mostatok, takarítottatok otthon, munkát vállaltatok, ám most mégis valahogy kicsit felnőttebbek lettetek. Viszont az egészséges szorongás ellenére szerintem mindenki örül, hogy eltelt, pontosabban, hogy megtörtént ez a 4-5 év. Talán a legszebb a középiskolai emlékekben, hogy közösek. A legkülönlegesebb, hogy a Boronkai életének mindenki részese volt. Ha valaki azt mondja, hogy rántott húsos szendvicset eszik, mindenki elmosolyodik, elgondolkozik azon, hogy ő hányszor vesződött azzal, hogy át tudja harapni az óriási zsemlét, esetleg még a frissen sült csirke illata is eszébe jut, és megkordul a gyomra. Ha valakit szakadt farmerben látunk, átfut az agyunkon, hogy szegény ördög, remélem senki nem fogja rajta kapni. Vagy ha valaki Olaszországban jár és meglátja az Angelo szót, egyből Sunny Boy jut eszébe. Talán ezek azok az emlékek, amik hallatán mindenkinek felgyorsul egy kicsit a szívverése, és elszontyolodik, hogy ez a szakasz az életében lezárult. De ne féljetek, a büfé nem csak boronkai sokat szolgál ki. Viszont vigasztaljon titeket az, hogy a szüleiteknek a ballagásotok még nehezebb, mint nektek. Kirebülnek a kis csibék a mama szárnyai alól, mindenki önállóbb lesz, és lassan saját életet kezd. Jó, aztán még egy kicsit odébb van. Szerintem mégis minden szülőnek gombóc van a torkában, mivel nekik is ez a nap fordulópont az életükben. Befejeződnek a viták és kamaszharcok, senki nem lesz már anyuci kicsi fia és apuci kicsi lánya. Mégis tartsa a szülőkben a lelket az, hogy valahol mindenki gyerek marad. A szülők lesznek mindig azok, akik támogatnak minket, és akikre bármi legyen is számíthatunk, mivel ők szeretnek a világon a legjobban. Nekünk 11-eseknek most nagyon jó lesz, hogy mi vagyunk a rangidősek az iskolában, és még az érettség is szegheti kedvünket. Mégis hiányozni fogtok. Most már nem mi leszünk azok, akiket bevezetnek a faktok világába, nem hallhatunk új érdekes pletykákat a nagyoktól, már nem kérhetünk tanácsot tőletek, és ez mind nem is számítana, ha nem éreznénk úgy, hogy elveszítjük a barátainkat. Rossz lesz megszokni, hogy egyedül maradtunk. Ha szeptemberben bejövünk az aulába, nem az lesz az első dolgunk, hogy megnézzük a 100 éves tévén az aktuális wifi jelszót, vagy éppen azt, hogy mi a mai menü. Hanem ránézünk a tablótokra és elmosolyodunk, mert arra gondolunk, hogy milyen üres nélkületek az iskola. Egy szó mint 100, szeretnék tőletek elbúcsúzni mindenki nevében, aki itt marad. És bár tudom, hogy szabályosnak, tucatnak lenni, beilleszkedni unalmas, de próbáljátok meg úgy megfelelni a felnőttség hirtelen rátok szakadt szabályainak, elvárásainak, hogy közben élvezzétek mindazokat az új kihívásokat, amik rátok várnak. És mivel idézet nélkül nem beszéd a beszéd, a ballagási beszédekre pedig ez duplán igaz, én is választottam egyet nektek, zárszóként. A különlegesség kedvéért én koncsúzsas szavaival búcsúznék tőletek. Talán még túl fiatal vagy, talán még nem tudod, nem nőnek fák sem az égig, és elszállnak az angyalok. Talán még több benned az érzés, mint az értelem, és hinni akarsz, akármiben. Köszönöm a figyelmet! Hangozzék most el Váci Mihály Még nem elég című versének egy részlete Gubó Liza 10. A osztályos tanulónk előadásában. Váci Mihály, még nem elég részlet. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírni kell, ki acél akar lenni, suhogni élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyenkor jön el, jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell.
Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. S csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresni, hogy miért élj, szeress, szenvedj, remélj. A ballagó diákok nevében hallgassák meg Barkóczi Bence János, 12. A osztályos tanulónk búcsúbeszédét. Kedves tanáraink, szülők, diáktársak! Ez az idei tanév rendhagyó volt mindenki számára. Tulajdonképpen már a tavalyi is. Nem csak nekünk, diákoknak, akiknek sokszor a szükséges motiváció hiányában újra és újra neki kellett lendülnünk az előttünk álló nehézségeknek, hanem szüleinknek és tanárainknak is. Számukra is rengeteg kihívást tartogatott ez az év, melyekkel rövid időn belül kellett megbirkózniuk. Az, hogy most itt ülünk, és azt várjuk, hogy átvessük bizonyítványainkat, az bizonyítja, hogy jó munkát végeztek. Mindannyiunknak sikerült átvészelni ezt a nehéz időszakot. Ezzel együtt sok érzés kavarunk most bennem, ezek közül most csak egyet emelnék ki. A büszkeséget. Hiszen büszke vagyok arra, hogy a mögöttünk álló akadályokat mind sikerült legyőznünk. Koronavírust, digitális oktatás nehézségeit, az online beadandókat, feladatokat. Mindezt sikerült véghez vinnünk. Sikerült leérettségiznünk, amitől pedig annyi éven át tartottunk. Azonban azt, hogy mikor estünk át a tűzkeresztségen, mégsem tudom egyetlen pillanathoz kötni. Hiszen ez alatt a néhány év alatt mindenki rengeteget fejlődött. Megtanultunk együtt, csapatban dolgozni, közösségben együttműködni, és mégis elfogadni és tisztelni a másik egyéniségét. Örömmel látom, hogy most, akik itt ülnek, és akik még a gólyatáborban bizonytalanul próbálták megtalálni a helyüket, most magabiztosan és reménytelien tekintenek a még ismeretlen jövő felé. Sajnos a mi évfolyamunknak sok minden nem adatott meg, ami az előző ballagó évfolyamoknak igen. Kádi, diáknap, szalagavató. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ezeket az élményeket az élettől a későbbiekben kamatostul kapja majd vissza. Hiszen lezárult egy fejezet életünk könyvében, és az előttünk álló üres oldalak kitöltésre várnak. Én remélem, hogy ezek az oldalak mindenkinek színesek és élményekben gazdagok lesznek. Köszönöm a figyelmet! Kérem, hallgassák meg most Fábián Gábor igazgató úr ünnepi gondolatait, dr. Behányi Rita igazgató helyettes asszony felolvasásában. Ballagási beszéd 2021. Kedves végzős diákjaink, kedves kollégák, tisztelt vendégek! Már az előző évben is rendhagyó ballagást tartottunk, és amikor februárban elindult a harmadik hullám, sejtettük, hogy ez az idén is így lesz. Sajnos én sem tudok személyesen itt lenni veletek, de higgyétek el, szívben, lélekben veletek vagyok, és most is rátok gondolok, magam elé képzellek benneteket. A beszédem végén szoktam mondani, hogy büszke vagyok rátok, de most ezzel kezdem, mert minden nehézség, elmaradt élmények ellenére, melyek közül a kádizás és a szalagavató elmaradása is fájdalmas lehetett, itt vagytok. Teljesítettétek az elvárásokat. Igyekeztetek megőrizni a kapcsolatokat. És bár nyilván közületek is tévedtek páran kanyargós utakra ebben a covidos időszakban, de kimondható,
hogy ti vagytok az az évfolyam, akinek idő előtt kellett felnőtté válnia. Mert lássuk be, sokszor még iskolába járás mellett is nehéz teljesíteni egy jó iskola elvárásait, és a Boronkai egy jó iskola. Hát még úgy, hogy tavaly március óta mindössze 2 hónapot tudtatok ide bejárni. Minden tiszteletem azoké, akik ezen időszakban is fegyelmezettek és céltudatosak tudtak maradni. Szemernyi kétségem sincs afelől, hogy ti a jövőben is meg fogjátok állni a helyeteket, akármilyen feladat elé állítson majd az élet. Akik pedig csak részben vagy kijelenthetően kevésbé tettek így, megtapasztalhatták ennek hátrányait, méghozzá a saját bőrükön. Szerintem ti is okosabbak lettetek ezáltal, és remélem hasonló hibákat nem fogtok elkövetni a jövőben. De itt is megemelem a nem létező kalapom azok előtt, akik a célegyenesbe érve hatalmas energiákat mozgósítottak, és végül mindent teljesítettek. Bizony nem lehetett könnyű elviselni a jó előre betervezett programok elmaradását. Korábban sem vette minden osztály véresen komolyan a kádizást, de azért amikorra kellett, mindenki összerakott valamit. És talán a sport volt, meg a buli része az, és általában egész jól sikerültek. Amit mindenki élvezett, az a buli része, és talán a sport volt, és tudom, ti is készültetek rá. Amit azonban a legnehezebb lehetett elviselni, az a szalagavató elmaradása volt. Ti is tudjátok, hogy az iskola vezetése az utolsó pillanatig reménykedett a megtarthatóságban, és a végletekig toltuk az időpontokat, A, B, C verziókat állítottunk fel, de nem lehetett. Végül csak összehoztunk valamit osztályszinten. Nektek ez lett az esemény különlegessége. És ahogy ránéztek majd a jövőben az ott átvett kis kék szalagra, biztosan sok-sok boronkais dolog fog az eszetekbe jutni. Többek között ez is. Van egy elcsépelt mondás, miszerint ami nem öl meg, az megerősít. Nekem elhihetitek, ez bizony így van. Ti valóban minden más évfolyamnál szerencsétlenebbek voltatok, de higgyétek el, éppen emiatt elmondható rólatok, hogy nem csak a mások által már sokszor végigjárt utat teljesítettétek, de közben számos előre nem, vagy csak részben látott akadályt leküzdöttetek. És emiatt ti minden más évfolyamnál nagyobb önállóságra, a problémák legyűrésében jobb képességre tettetek szert. Ti már nem fogtok megijedni hasonló helyzetektől, legyen az a magánéletben, a munkahelyen, vagy bármilyen más szituációban, mert már túl vagytok ezen a tapasztalatszerzésen. És ahogy utaltam már rá, tanuljatok az esetlegesen elkövetett hibákból is. Hadd rángassak ide még egy másik mondást. Minden rosszban van valami jó. Gondolkozzunk mi is így. Én már ráléptem erre az útra, mert nekem nincs más választásom. De azt kérem, ti saját elhatározásból döntsetek így. Tudjatok örülni az élet egészen apró dolgainak, mert amit a többség természetesnek hisz, az egy pillanat alatt válthat elérhetőségi szintet. Legyenek reális céljaitok, és tegyetek meg mindent az elérésük érdekében. De nagyon figyeljetek oda, hogy közben mindvégig emberek maradjatok. Csupa nagybetűvel, mert az minden eredménynél, gazdagságnál fontosabb. Természetes módon keletkeztek betöltésre váró üres területek bennetek, amelyek közül néhány pótolható, például a tudásbeli elmaradás, egy rosszul sikerült emelt szintű érettségi. És igen, egy része nem pótolható. De ne maradjon benned ez az üresség. Keres más célokat, más hozzád illő tartalmakat, és meglátod, egy idő után már nem is fognak annyira hiányozni ezek az elmaradt dolgok. Mindjárt teszek is egy javaslatot.
Már a következő héten egyezzetek meg abban, mikor lesz az első osztálytalálkozótok, és kik fogják szervezni. Elhihetitek, nagy élmény lesz. Rengeteg boronka is emlékről fogtok tudni beszámolni. Egy-egy óra poénjától kezdve a megvalósult osztálykirándulásokon át egészen a versenyekig számtalan téma fel fog jönni. A legdurvább tanári vagy igazgatói intézkedések is viccesnek fognak hatni legkésőbb a harmadik alkalomra. Arról nem is beszélve, hogy idővel a sztorik is egyre színesebbek lesznek, míg végül a valósághoz már alig lesz közük, de az itteni élményeitekhez igen. És ez így van rendjén. Utólag bevallhatom, a torkomban dobogott a szívem, pedig nem vagyok rutintalan beszédmondó, amikor megláttam az első érkezőket a díszteremben tartott szalagtűzésen. Még a hangom is elcsuklott a beszédem közben. És ugyanezt éltem át, amikor a magyar érettségire érkeztetek, hiszen ebben a naptári évben az volt az első esemény, ahol egyben itt lehetett az egész évfolyam. Legszívesebben a keblemre öleltem volna mindegyik őtöket egyenként, de úgy együttvéve az egész évfolyamot is. És nem csak azért jártam végig minden termet, hogy megnyugtassalak benneteket, hanem azért is, hogy lássalak titeket. És tudjátok mit? Nem kell szégyelni ezt a meghatódottságot, mert csak a számunkra igazán fontos dolgok iránt tudunk ilyen érzelmi reakciókat produkálni. Folytatom a mondásokat egy sajáttal, miszerint mindenki tehetséges valamiben. De valljuk be, miközben magatokban mosolyogtatok ezen a kijelentésen, és nem ritkán a diákhumor témája is volt, egyébként ennek örülök, mert ez azt jelenti, hogy az üzenet azért átment. Na szóval azért mégiscsak szeretjük magunkról ezt el is hinni. És igen, tegyétek. Higgyétek el, hogy valóban tehetségesek vagytok, akár nem is egy dologban. Én nem egyszerűen hiszem ezt rólatok, hanem tudom. És ennek tudatában vállaltam el ezen szöveg megírását, még akkor is, ha biztosan tudhattam, nem lehetséges, hogy személyesen jelen legyek. Egy igazán fontos teendőnk maradt hátra, mégpedig a búcsúzás. Az esemény az érvényben lévő szabályok miatt ugyan szűkös létszámú, de van. És ez az igazán fontos. Mert bár a szülők, a rokonok, az ismerősök büszkén, esetenként könnyes szemmel néznének benneteket, de lássuk be, búcsúzni azért mégiscsak ti fogtok az iskolától. Most lezárul egy szakasz, ami így is, úgy is az életünk része marad. Rengeteg gondolat kavarog még a fejemben, amit el szeretnék mondani, ha másért nem, hát azért, hogy ne legyen bennem hiányérzet a ki nem mondott dolgok, a meg nem történt események miatt. De mint tudjuk, ami egyszer elkezdődött, annak valamikor véget is kell érnie. És nem lehet ez másképpen egy igazgatói beszéddel sem. Útravalóul elmondom azokat a gondolatokat, amelyeket minden évfolyamnál meg szoktam tenni. Az első, hogy soha ne feledd, honnan indultál. Vetődj akár egy kicsi, de szeretett haza, vagy akár a nagyvilág bármely sarkába, tudd, hogy honnan indultál, és hogy kik segítettek utadban. Mindig tudd, kinek, mikor és hol, miért legyél hálás. A második, hogy soha ne feledkezz meg szeretteidről, mert az elmulasztott dolgokat meg lehet ugyan próbálni pótolni, de van, amikor ez a kapu is bezárul. Felnőttnek gondoljátok magatokat, és igen, azok is vagytok, de ne feledjétek, hogy szüleitek 10, 20, 30 év múlva is a szüleitek lesznek. Ezt a mondatomat akkor fogjátok igazán megérteni, amikor ti magatok is szülővé váltok majd, amit kívánok is mindegyik őtöknek. A harmadik, hogy szívből kívánom nektek, legyetek sikeresek. Ne úgy, ahogy ezt más akár jó indulattól vezérelve megrajzolja neked, hanem úgy, ahogy te szeretnéd. És ne csüggedj, ha az életed másképp alakul, mint amit éppen most gondolsz, mert a siker definíciója benned van,
te alakítod, és tedd is meg, ha ez szükséges. De mindközül a legfontosabb a negyedik, amire már utaltam egyszer. Legyél ember csupa nagybetűvel. Én hittel vallom, hogy itt a Boronkaiban a tanáraitok, a szüleitek, és persze kortársaitok segítségével nagy lépéseket tettetek ebbe az irányba. Elengedlek hát benneteket. Legyetek társadalmunk hasznos, boldog emberei. Budakeszi, 2021. május 31. Fábián Gábor. A 2020-21-es tanév rendhagyó módon alakult. Mégis jelentős számú országos sikert éltek el iskolánk diákjai és felkészítő tanáraik. Most következik az elismerés, a legkiválóbbak ünneplése. Dian János igazgató helyettes úr olvassa fel a kitüntetettek nevét. Szeretnénk a ballagó diákoknak kiosztani azokat a díjakat, amelyeket valamely területen kimagasló teljesítményét kaptak. Ilyen területek a tanulmányi eredményét kapott díj, a verseny eredményét kapott díj, a kulturális tevékenységét kapott díj, a közösségi munkáért és a sporttevékenységért, valamint a nyelvtudásért járó díj. És minden díjnak létezik arany, ezüst és bronz fokozata. Kérem a díjazottakat, hogy a nevük elhangzása után álljanak fel a helyükön, hogy lássuk őket. Majd üljenek vissza. Az egyes osztályok végén pedig egyszerre fogjuk megtapsolni a jutalmazottakat. Szeretnék ABC sorrendben haladni az osztályokat tekintve, tehát kezdem a 12. Aladár osztályjal, osztályfőnök Nagy Mártné Novák Mónika. A tantestület ilyen díjat adományozott Bajkai Bálint Ádámnak közösségi ezüst kategóriát. A tapsot azt majd, ahogy említettem, a végén szeretném kérni, mert akkor talán gyorsabban végzünk. Hál' Istennek nagyon sok díjazatunk van. Bálint Dorontya Hanna, közösségi bronz, kulturális ezüst fokozat. Barkóczi Bence János, kulturális arany. Bényei Tamás, tanulmányi arany, sport ezüst és közösségi arany fokozatot kapott. Bidnai Petra, közösségi ezüst fokozatot kapott. Broda Réka, közösségi tevékenységért bronz fokozatot kapott. Gáspár Panna, közösségi arany fokozat. Göncöl Laura, sport arany és kiváló egyesület és sportoló címet kapott. Jenei Eszter Eliza, tanulmányi arany fokozatát érdemelte ki. Laukó Vince, tanulmányi bronz, sport ezüst fokozat. Ribai Viktória, közösségi bronz fokozatát kapta. Szarvas Rebeka, közösségi arany fokozatot kapott. Szrenka Viktória, tanulmányi bronz fokozat. Takács Botond Benedek, tanulmányi arany fokozatot és közösségi arany fokozatot kapott. És Tóth Jászmin, sporttevékenységért arany fokozatot kapott. Most kérem a tapsot nekik. És a 12. Aladár osztályban még több nevet is felolvashattam volna, mert a nyelvmester díjakat most nem adtuk ki. Azért nem adtuk ki, mert ezen díjaknak a fokozatát az érettségi eredmények is befolyásolják, és azok ismeretében fogjuk majd ennek birtokában kiosztani. Következik a 12. Elemér osztály, osztályfőnök Tóth Barnabás. Borsai Máté, tanulmányi bronzfokozat. Marozsán Botond Lajos, tanulmányi aranyfokozatot érdemelte ki. Mészáros Márk, tanulmányi bronzfokozat. Nagy Bertalan, sport bronzfokozat. Rózsa Botond, tanulmányi ezüstfokozat. Wagner Filip, sport bronzfokozatát kapta. És Zih Ádám, tanulmányi teljesítményét kapott ezüstfokozatot. A 12. G osztály osztályfőnöke Sándor Ágnes. Aranytót Botond, sport bronzfokozatot kapott. Bányász Márton Sámuel, tanulmányi bronzfokozatot kapott. Gál Dániel, sport bronzfokozatát kapta. Kammerer Márton, tanulmányi aranyfokozat. Kertész Kornél, sport bronzfokozat. Lackó Máté,
sport ezüst fokozatát érdemelte ki. Magyar Máté tanulmányi eredményért ezüst fokozatot kapott. Palánki Ábel sport arany és kulturális arany fokozatát kapta. Paupa Bálint sport ezüst fokozatát kapta. Polcer Roland nyelvmester bronz fokozatát kapta. Teréki Martin tanulmányi eredményért bronz fokozatot kapott. A 12. I-osztály osztályfőnök Pistyúr Zoltán. Alföldi Bence sport ezüst fokozatát kapta. Barica Dániel Ádám nyelvmesterdíj bronz fokozat. Fehér Virág sport arany fokozat. Gergi Bodor Boglárka sport arany fokozat. Jancsik Tamás sportért arany fokozat. Kapitány Csongor nyelvmesterdíj bronz fokozata. Palásti András tanulmányi eredményért bronz fokozat. Petői Panna sport arany fokozat. Vadnai Kristóf András nyelvmesterdíj bronz fokozat. Varsányi Levente nyelvmesterdíj bronz fokozat. És Zeller Martin Tibor sport bronz fokozatát kapta. A 12. K-osztály osztályfőnöke Lengyel Dóra. Ádám Gréta tanulmányi ezüst és sport bronz fokozat. Angeres Zsófia tanulmányi ezüst közösségi arany fokozat. Bátyi Domonkos József tanulmányi aranyfokozat. Csámpai Vivien közösségi aranyfokozatot kapott. Ferinc Márk nyelvmesterdíj bronzfokozatát kapta. Fézler Nikol tanulmányi ezüst és közösségi aranyfokozatot érdemelt ki. Fidel Anna közösségi ezüstfokozat. Garat Kinga Bernadett közösségi bronzfokozat. Hegedűs Réka Anna tanulmányi eredményért aranyfokozat. Jenei Daniella Dóra tanulmányi eredményért aranyfokozat. Kovács Máté nyelvmesterdíj bronzfokozatát kapta. Kovácsevics Borostyán tanulmányi arany és közösségi aranyfokozat. Kucsera Boglárka tanulmányi aranyfokozat. Mikulás Krisztina Mária közösségi tevékenységért ezüstfokozatot érdemelt ki. Miric Vivien közösségi arany és kulturális bronzfokozatot kapott. Molnár Péter sport aranyfokozatot kapott. Pál Donát György tanulmányi eredményéért bronzfokozatot kapott. Szabó Zsófia sport bronzfokozatát kapta. És Szorcsik Adél szintén sport bronzfokozatot kapott. A 12. N-osztály osztályfőnöke Molnár Mária. Balog Ádám sport bronzfokozat. Bátori Dániel sport aranyfokozat. Bezzeg László Bendegúz sport aranyfokozatát kapta. Kaluzsa Panna Laura kulturális ezüstfokozatot kapott. Kovács Boglárka sport bronzfokozatát kapta. Kovács Gyöngyi tanulmány eredményért bronzfokozat. Lackó Gábor sport bronzfokozat. Lengyel Laura Liliana kulturális ezüstfokozatát kapta. Ocsovai Bence János tanulmányi arany. Sinkó Panna Krisztina tanulmányi arany és sport szintén aranyfokozatát kapta. Szlovák Gergely tanulmányi eredményért bronzfokozat. Újhelyi Mihály sport aranyfokozat és kiváló egyesületi sportoló. Az enneseknél szintén nem olvastam fel a nyelvmester díjakat, mert ők is még az érettségén javíthatnak ezeken, illetve megszerezhetik annak magasabb fokozatát. 12. P-osztály, Lipainé Géci Dorottya osztályfőnökkel. Bahor Ábel, közösségi ezüstfokozat. Címer Bende, tanulmányi bronz és nyelvmester bronz fokozatát kapta. Dencső Benedikt, nyelvmester bronz és közösségi tevékenységért bronz fokozatát kapta. Dolnai Gergely, tanulmány eredményeért aranyfokozat. Faragó Bálint, nyelvmester bronz fokozat. Kalocsa Ádám, tanulmányi arany, nyelvmester bronz és közösségi arany fokozatát kapta. Matkovics Ádám tanulmányi ezüst és nyelvmesterdíj bronz fokozatát kapta. Mizser Ádám Zoltán közösségi bronz fokozat. Orsó Márk Levente nyelvmesterdíj bronz és sport bronz fokozatát kapta. Recski János sport bronz és közösségi arany fokozat. Sinkó Viktor Péter tanulmányi bronz és közösségi bronz fokozat. Smuk Ferenc tanulmányi arany
és közösségi bronzfokozat. Szabados Ádám nyelvmesterdíj bronzfokozatát kapta. 100 Dóra sport bronzfokozat. Tátrai László tanulmányi eredményért bronzfokozat. Temesi Ádám Bertalan közösségi munkájáért bronzfokozat. Tregele Máté tanulmányi eredményért arany, közösségi munkájáért ezüstfokozat. Varga Dóra tanulmányi arany, nyelvmesterdíj bronz és közösségi munkájáért bronzfokozatát kapta. És Zimonyi Levente nyelvmesterdíj bronzfokozatát kapta. Köszönöm. A ballagás ünnepei keretei között történik a Boronkai Katedra díj és a Boronkai Kiváló Technikai Dolgozói Elismerő Oklevél átadása. A tantestület által alapított elismerést minden évben két pedagógus, illetve a tavalyi tanévtől egy technikai dolgozó kapja, akiket az iskola dolgozói javasolnak a kitüntetésre. Felkérem Kaszás Gyula igazgató helyettes urat, adja el az elismeréseket. Az idei tanévben a humán, illetve a reál területen dolgozó egy-egy kollégán kapja a Boronkai Katedra díjat. A humán területről Molnár Mária tanárnő, a 12. osztályfőnöke. A reál területről pedig Jendrék Miklós tanár úr kapja az elismerést. Boronkai kiváló technikai dolgozója az idén Némedi Zoltán kollégánk a tantestület és a boronkai dolgozóinak felterjesztése alapján. Iskolánk Szent György napi ünnepségének keretei között szoktuk átadni a Boronkai Baráti Kör által adományozott ösztöndíjat két erre méltó diákunknak. Erre idén a járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor. Egyikük Barász Dávid, 14. G osztályos növendékünk már átvehette technikusi bizonyítványával együtt az ösztöndíjről szóló oklevelet. A másik díjazottat, Gráf Szabinát, a 11. A osztályból kérjük, vegye át Dian János igazgató helyettes úrtól, a Boronkai Baráti Kör elnök helyettesétől az elismerést. Kérem szépen akkor Gráf Szabinát a 11. Aladár osztályból, és amíg kijön, én felolvasom róla. Szabina diákolimpikon atléta, gerehajító és kézilabdázik. Egyesületi keretek között sportol, magas színvonalú tanulmányi teljesítményt nyújt, kiváló tanuló. Az előző tanév kiváló sportolója, magatartása példamutató, aktívan vesz részt a közösségi feladatokban mind osztály, mind pedig iskolai szinten. Távlati tervei céltudatosság és meglepően magas célok jellemzik. Olvasom mindezt pályázatának osztályfőnöki jellemzésében. Gratulálok! A 2020-21-es tanévben a Váci Szakképzési Centrum is létrehozott egy díjat, mellyel a különlegesen kiemelkedő teljesítményű diákokat jutalmazza. Végzőseink közül 8-an kapták meg a Váci Szakképzési Centrum kiváló diákja címet. Felkérem Gombos Péter urat, adja át az elismerő okleveleket.
A Váci Szakképzési Centrum az elismerő oklevél mellett egy ajándék utalvánnyal szeretné elismerni diákjaink kimagasló teljesítményét. Kérem a következő tanulókat, hogy nevük elhangzásának sorrendjében vegyék át jutalmukat. Tregele Máté, 12. P. Takács Botond Benedek, 12. A. Jancsik Tamás, 12. I, aki kimagasló sport eredményeiért veheti át a kitüntetést. Kamerer Márton, 12. G osztály. Marozsán Botond Lajos, 12. E osztály. Kucsera Boglárka, 12. K osztály. Hegedűs Réka Anna, 12. K osztály. És Jenei Daniella Dóra, szintén a 12. K osztályból. A 2020-21-es tanév legkiválóbb tanulóinak elismerése következik. A legmagasabb elismerés iskolánkban a Boronkai emlékérem. Kérem a kitüntetteteket, vegyék át 4-5 éves munkájukért a megérdemelt díjat, melyet Kaszás Gyula igazgató helyettes úr ad át. Ahogy a narrátorunk is említette, a Boronkai emlékérem valóban iskolánk legrangosabb kitüntetése, és ebben ennyire is egy szigorú pontrendszerhez kötöttük. Ezen pontozásban a 4-5 év alatt elért minden eredményt figyelembe veszünk, összesítjük és rangsoroljuk azokat. Évente maximálisan 10 ilyen díjat adunk ki, 10 kaphatják meg ezen elismerést, a legkiválóbbak. Az idei 10 díjazottat szeretném betűrendben szólítani, kérem őket, hogy jöjjenek ki, és vegyék át érmeiket. Elsőként Bátori Dániel a 12. N-osztályban. Bényei Tamás a 12. A-osztályban. Bezzeg László Bendegúz a 12. N-osztályból. Köszönöm szépen!
Jennei Eszter Eliza a 12. A osztályból. Kucsera Boglárka a 12. K osztályból. Sinkó Panna Krisztina a 12. N osztályból. Smuk Ferenc a 12. P osztályból. Takács Botond Benedek a 12. A osztályból. Tregele Máté a 12. P osztályból. És Varga Dóra a 12. P osztályból. És a legkiválóbbak között is a legkiválóbb diákunk, a boronkai legeredményesebb ballagú diák kupát veheti át. Ő az érmesek között is kiemelkedett a teljesítményével. Idén ezt a díjat Sinkó Panna Krisztina a 12. N-osztályból kapja. A végzős diákoktól most is egy meglepetéssel búcsúzunk, most első alkalommal galambokat röptetünk. A felszálló madarak búcsúzó növendékeink útrabocsátását szimbolizálják. Kedves ballagók, gyönyörködjetek a távolba vesző madarakban, és küldjetek velük egy szép gondolatot a szívetekből. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam, neked udvaroltam. Az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni. Ballagási ünnepségünk végén énekeljük el közösen a szózatot.